Jó estét kívánunk a Szombathelyi Televízió nézőinek. Ismét eltelt egy hét, és itt a péntek, de ez a hétvége egy kicsit különlegesebb lesz, hiszen vasárnap anyák napja, valamint hétfőtől érettségi, mondjuk már akinek. És természetesen ajándékokkal is készültünk, úgyhogy érdemes velünk tartani. A Parti Kertészet csodálatos virágokat ajánlott fel, amik egyébként itt láthatóak is. A Bortavasz díjnyertes borral érkezett, illetve egy Freddy albummal is gazdagodhatnak, amennyiben küldenek nekünk SMS-t a 0620-507-3181-es telefonszámra. A mai műsorban itt lesz Tóth Dani énekes, illetve a 20 éves Írodkő Naturparkról is lesz pár szó. Most azonban meglátogatjuk a kerekes cukrászdát, hiszen itt van velünk Banga László cukrász, felesége Bangán és Somogyi Veronika, valamint a három fiú, Zsolt, Máté és Benedek. Sziasztok! Sziasztok! Hello, hello! Laci, mi lesz itt ma? Mi készül itt ma? Hát így anyák napja alkalmával egy klasszikus süteménnyel készültünk, ami nem más, mint egy epres gyümölcskosár lesz. Egy linzertészta, puding, gyümölcs és zselé. És a gyerekek is segíteni fognak? Igen. Természetesen. Ó, hát itt egybehangzó válasz van. Hát ez nagyon jó. Máté, te mit fogsz csinálni? Én majd fogom vágni az epret, meg a karikákat kisülni. Azt a kutyafáját. Zsolt, te már itt látom, valamit kevergetsz. Igen. Ez mi lesz? Puding. Ez lesz, igen, a puding. És Benedek, te is részt veszel a munkában? Igen. Benedek, mint talál a cukrot a tejbe? Ide a tejbe mehet a tejbe. Hó, már mehet a tejbe a cukor. Akkor most először egy puding fog elkészülni, igen, ha jól látom. Egyébként gyakran süttök, főztök így otthon együtt? Hát igen. Amikor a munkából hazaérünk, ha nem viszek haza esetleg sütit, akkor mindig a fiúk mondják, hogy hát süssünk valamit, és hát őket kell megkérdezni, hogy miket szoktunk csinálni. Máté, miket szoktunk sütni, készíteni? Piskultát, tekercset, meg piskultát. Hát ez nagyon jó. Veronika, mivel készültök így anyák napjára? Van valami különleges, amivel a cukrászda ilyenkor a vendégeket várja? Hát ugye vannak olyan vendégek, akik inkább otthon ünneplik az anyák napját, és rendelnek tortát vagy süteményt. Nagyon szép formatortákkal készülünk alkalomhoz illően. És vannak olyanok, akik eljönnek és nálunk ünnepelnek, egy sütit esznek. Nagyon sokféle desszert nagy választékban van ilyenkor nálunk. És rácok, ti hogy készültök anyák napjára? Benedek, van valamit anyának fogsz készíteni? Igen. Na, elárulod, vagy most nem mondod el, hogy nehogy anya meghallja? Nem mondod el. Igazad van. Jobb is, meglepetés lesz. Laci, és látom, itt ezek már formába készülnek. Igen, igen. Egy ilyen 10 centi átmérőjű fém rozsdamentes karikába a linzert belenyomkodjuk, szépen egyenletesen, majd egy késnek a segítségével így a peremét levágjuk, kés segítségével, és ezt követően ezt egy ilyen 180 Celsius fokon egy 10 percig sütőben sütjük, csak a műsorban, hogy most sütni nem tudunk, így már készen, kész is van. Készen hát elhoztuk, úgyhogy így ajánlom, hogy ekkora formában, vagy valakinek esetleg ilyen tortakarikája van otthon, akkor nagyobb formában is, akkor nem mindegy ilyen kis desszert, hanem mindegy ünnepi tortát tudjuk elkészíteni. Sütésnél figyelni kell arra, vagy tenni kell bele valamit, hogy ne emelkedjen fel, igen, a, igen, igen, tészta? Hát mi most ebbe elfelejtettünk tenni, de megmondom őszintén, elfelejtettünk tenni, egy kicsit így fel is puposodott, de otthon száraz babot vagy láncsét, bármit így lehet beletenni. Arra kell figyelni, hogy akkor egy kis fóliát kell a tészta és a bab közé betenni, hogy a tésztában nehogy belesüssük a babot, mert akkor babos kosarunk lesz. De ha valaki elfelejti, így is nagyon szép. Igen, igen, igen. Úgyhogy most, hogyha elfelejtjük, akkor sincs probléma, mert így szépen ki lehet sütni úgyis. Díszítés? Díszítés. Hát eper, egy kis tölteléke puding, akkor eper, mentalevél, tejszínhab, kis csokoládét iszek, és zselatinnal fogjuk lefényezni az epreket. Fiúk? Hát, nagyon jó hangzik. Nagyon ki fogják venni a részüket a munkából? Azt már most. Úgyhogy vissza fogunk jönni, meg fogjuk nézni, hogy miként
és hogyan készültek el ezek a finomságok. Úgyhogy itt az egész családnak nagyon jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen. Dolgozzatok nyugodtan, vissza fogunk térni. Addig én itt el is sétálok Bakos Györgyhöz. Jó estét kívánok, az Irodkön Naturparkért Egyesület elnöke. Hát 20 éves. Meséljen egy kicsit erről, hogy hogyan is indult. Igen. Hát 20 évesek lettünk valóban. Azért nem semmi. Nem semmi. Úgyhogy a felnőtt korba belépett az Irodkő Naturparkért Egyesület. 1996-ban Burgenlandban, szomszédban, Rohoncon megalakult a Geschriebenstein Naturpark, és ennek a tükör projektjeként 1997-ben, amikor még a FAR-CBC programok elég erősen működtek, akkor alakult meg az Egyesület. Ha nagyon röviden kell fogalmazni, akkor azt mondjuk, hogy a táj és az ember harmóniájára épülő természetvédelmi és egyfajta területfejlesztési koncepció az Irodkő Naturpark, és maga az Egyesület pedig a munkaszervezetével ezt szolgálja ki. Természetvédelemmel, környezetvédelemmel, az épített kultúra védelmével, a helyi termékek piacra juttatásával foglalkozunk, illetve ami most is aktuális ma, meg holnap különösen, az pedig az, hogy környezetvédelemmel foglalkozunk 0-tól 99 évig. Ez az aktualitás azért fontos, mert ugye tegnap, illetve a mai nap, majdnem már szombaton gondolkodom, tehát a mai nap pénteken indult ismét a Madarak és Fák napja programja, és ma az óvodások és az általános iskolások, holnap pedig a családokat várjuk. És bizony ez a rendezvény a kőszegi alsó réten olyan 800 ezer embert, nem 800 ezer, 820 ezer embert érint, és az Őrségi Nemzeti Parkkal karöltve most már évtizedes hagyományként produkáljuk ezt a dolgot. Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy 1902-ben éppen Kőszegről indult ez az akció a Madarak és Fák napja. Kőszeg Naturparkjáról beszélünk, de tulajdonképpen ehhez azért tartozik még jó néhány település. Melyek ezek a települések, és hogyan foglalja magában a Naturpark Egyesület? Így aztán ki is javítolak, vagy ki is javítom ön, mert hogy soha nem szabad azt mondani, hogy Kőszeg központtal, de 16 település tartozik az Irodkő Naturparkért Egyesülethez. Többek között Bozsok is, ahonnan a Kerekes Cukrázlának a kiváló vezetői vannak itt, és ezúton is köszönöm nekik, hogy hétvégén nagyszerű tortákat ajánlottak föl a vetélkedőnkhöz. Köszönjük szépen, mert hogy két város, Csepreg és Kőszeg, aki alkotja az Egyesületet, illetve 14 település. A legkisebb településünk ugye Kiszidány, a maga 89 főjével, és Kőszeg pedig az a majdnem 12 ezres lélekszámával. Bízunk benne, hogy ez alatt a 20 év alatt azért tettünk le olyan produkciókat az asztalra, ami maradandó lehet. Ilyen az Alpannónia plusz pálya, vagy az Alpannónia pályázatunk, ilyen az IGEN projektünk, tehát mind olyan turisztikai, illetve területfejlesztési produkció, amivel a települések egy kicsit mindig előbbre juthatnak az előző évekhez, vagy az előző évtizedekhez képest. Ha jól tudjuk, akkor egy kiállítás is látható most. Pontosan meddig, és mi látható a kiállításon? Így van, és nagyon stílszerűek voltunk, mert hát is 13-án nyitottuk, vagyis húsvét előtti zöld csütörtökön, hát egy zöld szervezet, mikor nyisson kiállítást, és egy nagyon szép helytörténeti anyagot tudtunk összerakni a 16 település kincseiből. Arra kértük a települések vezetőit, polgármestereket, hogy kincseket ajánljanak föl a kiállításhoz, és így a Jurisics Múzeum két hátsó termében, illetve a hosszú folyosón programokról számolunk be. Az előző évek fényképes dokumentációját láthatja a közönség, illetve a 16 település kincseit, többek között kézműves termékeket, de láthatunk 1828-ból származó egyházi, illetve énekkari zászlót, de találunk fa krumpli nyomótól kezdetet. Valóban olyan kincseket próbáltunk kiállítani ebben a helytörténeti kiállításban, amit nem minden nap láthat a közönség, és az információink szerint elég szép számmal látogatják magát a várat is, mint ugye egyfajta turisztikai központot, és hát ennek alapján a kiállításunkat is. Ha már a várnál tartunk, akkor engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy a múlt évben Kőszegváros önkormányzatával egyfajta feladat átvállalási koncepciót
hoztunk létre az önkormányzat szorgalmazására. Ezáltal Kőszegváros önkormányzata sokkal több pénzzel dotálja az Irodkő Naturparkért Egyesület tevékenységét. Ennek fejében viszont turisztikai elvárásai vannak, magasabb szintű turisztikai elvárásai vannak a városnak, de ugyanígy a településeknek is, mert nyilván a tagdíjak is megemelkedtek ezáltal, hogy egy tagtelepülés nagyobb produkciót, nagyobb pénzösszeget bocsát a rendelkezésünkre. És hát ugye nagyon várjuk azt a kormányzati döntést, hogy Kőszeg, illetve Kőszeg környéke is kiemelt turisztikai célpont legyen, Sárvár mellett, Sopron, Tokaj, Balaton, Budapest mellett, és bízunk benne, hogy ez meg is valósul. Ennek megfelelően fölvettünk egy kiváló turisztikai szakembert, aki most már profi módon fogja tudni intézni Kőszegnek és az Irodkő Naturparknak a turisztikáját. Akkor ez egy része a jövő programjának. Így van. És mi lesz még, amit szeretnének elérni? Ugye beszélgetünk az elmúlt 20 évről, egy-két dolgot említett is, de mi az, ami mondjuk ezen túl még, vagy ezeken legalábbis túlmutat? Hát ezeken mindenképpen túl kell, hogy mutasson a turisztikai fejlődés, vagy fejlesztés, mert hogy a múlt évben elnyertük a következő pannóniát, ez egy Alpannónia plusz pályázat, tehát újabb turisztikai beruházások jönnek majd létre, Csepregen, Lukácsházán, Bozsokon, Cákon, Kőszegdoroszlón és Kőszegen. Ezekben partnereink a felsorolt települések, illetve Kőszeg városa. Ez közel 300 millió forintos beruházás, tehát mondhatjuk, hogy turisztikára ez a pénz nem olyan kevés, bár sokkal többre is szükség lehetne. És abban az esetben, ha kiemelt célpont lesz Kőszeg, illetve Kőszeg környéke, akkor bízunk benne, hogy az emblematikus Szabóhegy visszanyeri a régi turisztikai szerepét. Ott van most is egy használaton kívüli szálloda például, amit igen, beköthető igen, ebbe a dologba. Vagy mondhatom például a bozsoki Sibrik kastélyt, ami szintén új funkciót kaphat, illetve Belemben talán még sokan emlékeznek rá a gyerek vagy úttörő táborra, ami hosszú ideig a KISZ-t is kiszolgálta. Ezek most mind üresen állnak, és bízom benne, hogy ezzel a kormányzati támogatással sikerül újra egy új leheletet belevinni ezekbe a területekbe. Gratulálunk hozzá, és nagyon szépen köszönjük, hogy ennyi mindennel ellátott minket, és ennyi mindent megtudtunk önökről, és további sikerekben gazdag sok-sok-sok 20 évet kívánunk. Köszönöm szépen, így legyen. Viszontlátásra. Köszönjük szépen. Most pedig egy mozi ajánlóval megyünk tovább, jönnek a brazilok. Beszéd lesz az öltözőknél. Mindenki győzni akar. Falunk sportszerető közönségének szervezettség. Már csak 6 napot kell várnia, hatosság, hogy eldőljön végre ütőképesség. Ki nyeri idén a 10. jubileumi bajnokságot. Befocizzuk magunkat a 4-es döntőbe. Az egész faluban te vagy a legjobb. Tisztára, mint Ronaldo. Csak nem engednek minket játszani a bajnokságba. Segíthetek? Jelentkezek a bajnokságra. Még az is, aki nem játszhat. Írják fel Brazilra. Zsúg a stadion! A faszom, mondják az angol védők! Ronaldo hibázott. Ha nem történik csoda... Cikáznak a pályát a kurva élet! Ki jön nekik el a lépés? Mostantól nem jöhet ki nekik. Nagy botrány lesz a vége. Gól! A brazilok nyernek. Pokollá teszem az életüket. Győzni kell, bassza meg. Brazilok. Április 6-ától a mozikban.
A mai napon már elkezdődtek a ballagások, holnap még folytatódnak, ballagások, szerenádok. Illetve hétfőn megkezdődik az érettségi, én nagyon izgulok minden fiatalért, hiszen nekem se volt annyira nagyon régen. Gyuri, te hány éve érettségiztél? Nem tegnap, 17. Hát én egy picivel kevesebb. 6 éve igazából, úgyhogy nagyon átérezzük. De még emlékszel, hogy miből érettségiztem? Én is egyébként, tehát én emlékszem, hogy miből érettségiztem. El tudom mondani magyarból is, történelemből is el tudom, tehát én emlékszem rá. Én azt tudom üzenni egyébként mindenkinek, hogy annyira nem kell izgulni, mert így utólag visszagondolva nem is volt olyan hatalmas feladat, hogy is mondjam, szóval utána sokkal nagyobb feladatok. Utólag nem egyébként tényleg, de előtte nekem is mondták, hogy ne izguljak, én nem tudtam nem izgulni, én nagyon féltem. Úgyhogy mindenkinek sok sikert kívánunk hozzá. A vendégünk meg Tóth Dani énekes, és az anyukája, Tóthné Nyerges Melinda. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Dani, milyen volt az érettségi? Te tavaly érettségiztél. Előtte én is féltem, és ugye? Azt hittem, hogy nagy dolog. De aztán, amikor már oda kerültem, hogy érettségi, akkor meg már annyira könnyűnek tűnt. És igazából jól is sikerült viszonylag, és igazából az én felvételimhez meg úgyis az ének és a zene kell. Úgyhogy ez az én felvételimet nem befolyásolja. Tehát nem volt rajtad akkora teher? Akkora teher nem volt emiatt, igen. És az édesanyán mekkora teher volt az érettségi alatt? Hát én mindig szóltam a Daninak, hogy tanulják, készüljél, mert ez egy nagyon fontos esemény az életedben. Dani, reméljük megfogadod ezután is. Viszont hát nem ezért vagyunk itt, illetve nem ezen apropó miatt, hanem hát anyák napja lesz, és hát arra gondoltunk, hogy egy énekes vajon mivel készül anyák napjára? Hát ez is egy anyák napi ajándék, hogy ebben a műsorban énekelhetek, és igazából máskor is általában úgy köszöntöm fel édesanyámat, hogy énekelek neki. Tényleg? Igen. A virág az természetes, de mellette amit még tudok adni, az ez. Melinda, tényleg így van ez? Így van, nálunk nagyon fontos esemény az anyák napja. Hogyan szokott kinézni ilyenkor a vasárnap reggel, mondjuk? Vasárnap reggel Dani gitárszóval ébreszt, kislányom átveszi a helyemet a konyhában, reggelit készít nekem, süteményt süt. Úgyhogy nagyon emlékezetes pillanatok ezek számomra. Akkor az egész nap önről szól így igazából, van. Teljes mértékben. Gyermekkorában, amikor még kisebb volt a Dani, hogyan zajlottak ezek az események? Mennyire, hogyan alakult, vagy hogyan formálódott ez az ünnep? Fél éves volt a Dani, amikor az első anyák napját ünnepeltük. Akkor átnyújtotta édesapja kezébe, tartotta a virágot. Utána ugye jöttek az óvodás anyák napják, azok is nagyon emlékezetesek. A kis verssel, rajzokkal, később az iskolai műsorok. És ahogy megnőtt, ugyanúgy, mind a mai napig. Dani, te hogyan emlékszel ezekre az időkre? Igazából inkább csak fényképről, így, hogy óvodában átnyújtom a virágot például, de hát ahogyan változtam én is, elindultam a zene irányába, egyre természetesebb ez, hogy zenével köszöntsem édesanyámat. Mikor volt az? Hány éves voltál, amikor először így gitárt ragadtál? 8 éves koromban kezdtem el gitáron tanulni, és aztán utána szépen jött az ének is mellé, és ez így szépen fokozatosan. Az, hogy így mikor volt az első anyák napja, arra sajnos már nem emlékszem, de szépen fokozatosan. Azt tudjuk rólad, hogy te dalokat is írsz. Volt, hogy megihletett már, vagy írtál már anyák napjáról, vagy az édesanyádhoz, vagy csak úgy az édesanyákról dalt? Én tervezem egyébként, hogy készüljön egy ilyen dal. Azt mindenképpen majd hozd el ide hozzánk, mert nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Melinda. Én pedig vasárnap meghallgatom képekulva. Hát addig nem biztos, hogy elkészül. De az biztos, hogy készülsz nekünk egy dallal még az adás végén, úgyhogy addig téged úgy sem engedünk el, amíg nem fogsz énekelni nekünk valamit. Hát köszönjük szépen, örültünk, hogy eljöttek és itt voltak. És hát reményeink szerint akkor ugyanolyan szép lesz az anyák napja, mint ahogyan eddig. Sőt, azzal a dallal is talán készülsz majd vasárnapra. Mi még mindenképpen várunk téged ide vissza, hiszen egy dalt énekelni fogsz nekünk. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Te voltál kint, te mondod. Igen, el. Most pedig egy összeállítást láthatnak, hiszen kint voltam a főtéren, és mindenki üzenhetett édesanyukájának, hogy akár boldog anyák napját, vagy csak úgy kifaggattam őket, hogy ünneplik az anyák napját.
Jó kívánságot anyukádnak küldenél? Hát küldök. Szia anyu, szeretlek, te vagy a legjobb édesanyja a világon. Boldog anyák napját, és köszönöm, hogy vagy nekem. Boldog anyák napját. Anyámnak szeretném boldog, kellemes anyukák napját, édesanyám, nagyon szeretlek, és majd megyek haza. Kedves anyukám, remélem nagyon boldog leszel, remélem jobb lesz egészséged, és előbb-utóbb a rossz idők is elmúlnak. Nagyon boldog anyák napját, nagyon szeretem, és köszönöm, hogy van nekem. Legyen teljesen boldog, egészséges életem. Boldog anyák napját és mamák napját, és a dédi mamának is. Kívánom nagyon sok boldogságot és egészséget, és nagyon szeretjük őket. Fontos ünnepnek tartjátok-e az anyák napját? Igen. Szoktad ünnepelni, és ha igen, akkor milyen ajándékkal? Hát édesanyámnak mindig egy szép virágcsokrot szoktam venni ilyenkor. És te? Szoktad-e tartani, és hogyha igen, akkor mit szoktál ajándékozni? Általában egy virágot szoktam adni, és igen, szoktuk tartani testvéreimmel. Veszünk közösen virágot, apukám is beszáll, és akkor szépen felköszöntjük. De most nem leszek otthon, úgyhogy nem tudom felköszönteni. És ha már itt vagytok, valamit szeretnétek üzenni a tévén keresztül édesanyátoknak? Igen, hogy a legjobb anyuka a világon. Szeretlek, édesanyám. Szükséges és fontos, mert az édesanyák azért már eleve a születés kapcsán elég sokat tesznek a gyermekekért, meg amíg a gyerek nem alussza ezt az éjszakát, az is végül is az ő feladatuk. Szóval ezért, már csak ezért is érdemes megemlékezni. Nagyon boldog anyák napját. Minden édesanyának igazából ezt kívánom. Szoktál kapni ajándékot, mert gondolom édesanyuka vagy. Igen vagyok, és Lengyelországban konkrétan május 26-án mindig van a anyák napja. Itt Magyarországon kicsit más a szokás, az, hogy a vasárnap, ugye? Május az első vasárnap. Persze, hogy fontos. És mit szoktatok ajándékozni ilyenkor? Hát én szoktam mindig rajzolni az anyukámnak, vagy a mondjuk én konkrétan én, vagy a virágokat. De a kisfiamtól például most múlt héten kaptam, mit is kaptam? Virágot, nagyon szép meséket, az éneket, még az ő szívét, legszebb dolgot. Nagyon szerettem az anyukámat, és mindig tök szép rajzokat szoktam neki készíteni. Mindenkinek egyaránt fontos az anyák napja, azok a tapasztalatok, és hát kedves nézők is úgy gondolom így gondolják. Gyuri, te neked mennyire fontos az anyák napja, és egyáltalán te kiket ünnepelsz ilyenkor? Természetesen fontos, szerintem ez mindenkinek fontos, ahogy mondtad. Én nagymamámat is szoktam köszönteni, nagymamáimat is szoktam köszönteni, sőt a keresztanyukámat is szoktam köszönteni, mert hát ő is az anyukám, nagymamám is valamilyen szinten. De igazad az anyukám, van. Úgyhogy én így szoktam köszönteni. Tehát én így a mamákat is, keresztanyukát is. És milyen ajándékkal készülsz ilyenkor? Virággal. Virággal. Az én nem tudok ilyen produkciót. Tehát mondjuk, ha úgy tudnék énekelni, mint a Dani majd fog, meg hiszen a szombathelyi televízió nézői hallották már, akkor valószínűleg én is énekelnék. Ami viszont érdekes, és most közben, miközben beszélgettünk, azon gondolkodtam, hogy általános iskolában mennyi verset mondtunk, biztos a kedves nézők is, hogyha visszaemlékeznek rá, akkor anyáknapi műsoron hány meg hány verset megtanultunk óvodáskorunktól kezdve, és hogy milyen szomorú, hogy csak részletekre emlékszem. És tényleg, én egy verset nem tudnék itt teljesen végigmondani. Tehát talán egy részletet tudnék belőle mondani, igen, körülbelül de hogy végig verszakot. Nem tudnám. És az lehet, hogy szomorú. Önök milyen ajándékot vesznek, vagy készítenek az édesanyjuknak? Küldjék el nekünk SMS-be a 0620-500-731-es telefonszámra. Érdemes SMS-eket küldeni, hiszen Gyuri, sorolt kérlek szépen a nyereményeket. Parti kertészet csodálatos virágokat ajánlott fel, a bortavasz felajánlásában egy díjnyertes bort is kisorsolunk majd, valamint Freddy albumát is kisorsoljuk. Tudják, ő az a srác, aki az Eurovízión képviselte tavaly hazánkat, és egy albumot ki fogunk sorsolni tőle majd itt a műsor végén. Most viszont azt hiszem, hogy térünk is vissza, hogy milyen sütemények készülnek itt, mert... A kerekes cukrászdához visszajövünk. Gyönyörű. Sziasztok. Húha. Benedek, te itt késsel? Igen, igen. Benedek, te mennyi idős vagy? Három éves, és már késsel a kezedben dolgozol? Igen, igen. Én ezt nem engedtem meg a lányomnak. Mondjuk lehet, hogy nem is olyan biztos kezű, mint te. Igen. Most Laci, akkor az, ott tartottunk, hogy akkor a linzert belehelyeztük a formába, egyenletesen elnyomkodtuk, és megsütöttük. Utána Benedek segíteni apának pudingot belenyomni a kosárba. Belenyomjuk a pudingot a kosárba. Hát de ügyes vagy. Még nyom Beni erősen. Azaz. Szuper. Oké, elég lesz.
És akkor utána egy ilyen kis kenőkés segítségével elkenjük rajta egyenletesen. Fontos, hogy kiüljön a puding, vagy... Igen, nagyon jó a kérdés. Itt a műsorba készültünk egy kis hideg pudinggal. És most pedig itt, ahogy a Benedek is látja, így eperrel kirakjuk itt szépen a tetejét. Minél sűrűbben, annál jobb. Szépen rakja csak Benedek. Közben én a Zsoltit fogatom, hogy Zsolt, te mit készítesz itt közben? Látom, hogy valamit ecsettel, és nem festesz. Hát a zselét kenem rá. Az eperre? Igen. Aha, és ez milyen zselé? Eperizű? Igen. Igen. Ez egy szamóca szörppel készült, és akkor egy kis víz hozzáadásával, egy kis citromlé, és akkor úgy, amit az élelmiszerboltokban meg tudunk vásárolni, ilyen kis tesakos zselét főztünk bele, és akkor ez megfelelő hőmérsékleten visszahűtve, és akkor egyből a felületre vihetjük fel. Akkor felesleges a piros színűt megvásárolni? Mert az annak hát, nincs íze különösen. Íze nincs, de így, hogyha egy kis szörpöt is teszünk hozzá, akkor a piros színt ezt jobban elérjük. Máté, téged sem hagylak kérdés nélkül. Te mit ügyködtél itt? Az epret feltettem így félbe. Tehát, hogy felvágtuk, igen, és rátettük az epret. Veronika, mennyit segítenek a srácok a konyhába? Sokat. Tényleg? Tehát nem csak egy ilyen bemutató jelleggel vannak itt, hanem tényleg? Nem, igazából, ahogy láttuk a Benedek, hát nem azt mondom, hogy biztonsággal használja a kést, de nem tudom neki azt mondani, hogy tedd le és ne csináld azt, én hadd csináljam. Mindenbe szeretnének részt venni, és hagyjuk is őket. Tehát ott vagyunk mellettük, mögöttük, de hagyjuk őket, hogy hadd valósítsák meg az ő elképzelésüket is. Aha. Gyönyörű lesz. Na nézzük akkor, hogyan folytatódik ám a művelet. Akkor, ahogy a Zsolti szépen lezselészte őket, akkor utána egy kis tejszínhab rózsákkal lehet díszíteni, és akkor mi készültünk egy ilyen kis csokoládé drazsékkal, így egyenként a tejszínhab rózsákat így lehet díszíteni. Ez pedig menta. És akkor a kertünkből egy kis friss mentalevelet hoztunk, egy kis csoki díszsel, úgyhogy... Itt most csak nem egy ördöngőség, de nagyon mutatós dolog. Itt most csak az a kérdés, hogy ezt a kinyomót én tudom használni? Természetesen. Nekem ez nagyon nagy vágyam, ja, hogy... Akkor én ezt át is veszem a mikrofon. Hogy kipróbáljam, hogy ez hogyan működik. Okay. Csak már tényleg, hogy... Ugye ezt tudni illik, hogy azért én annyira a konyhában nem vagyok jelen. Úgy tehát jó, csak fogyasztók. Nagyon jó. Jó, na most tényleg... Instrukciókat. Nyugodtan. Tehát így nyom, így, és hova tegyem? A szélére? A szélére, oda az eprek közé, hogyha tudod, akkor úgy. Nagyon Jézusom, jó. Jézusom, Gyuri, hát egy igazi tehetség vagy. Igen, és tényleg igen. Nem volt még a kezem. Nagyon jó. Hogyha a munkaerő hiány lenne, tudnám ajánlani. Okay. Jó, azért túlzásokban elsünk. De tényleg okay. Nagyon ügyes vagy. És akkor Gyuri, meg hogyha megkérhetlek itt, ahogy a Benedek is rakja ezt a csokidiszt, akkor... Talán neked csak az ördöngességet, hogy egy... Bár Benedek nagyon ügyes. Három éves srác meg tudja csinálni akkor. És ezeket hova rakod, Benedek? Egy a tejszíj aprósákra. A tejszíj. Ja igen, mert ugye ez kisebb, és ezekre kisebb csoki. Benedek, tudnál valami jó tanácsot adni a Gyurinak, hogy hogyan helyezze fel? Gyorsan. Úgy? Gyorsan és pontosan. Igaz? Ne igen. Hibázzak. És hogy ne legyen olyan a kezem. Hanem pontosan minden a tetejére. De ez most már rosszul fogom. Gyuri, nagyon, hát el vagyok ragadtatva, de most ez komolyan, pedig nem szoktam ilyeneket mondani. Túlzás. Gyuri, egy kis mentalevelet még, hogyha feltennél. Azt hova kell tenni? Ugye én nem nyomtam rád bízom, oda. Rád bízom. De nyomhatok akkor középre is. Tehát ezt igazából mindenki otthon azért el tudja készíteni a gyerekekkel együtt. Ezek igen. Után, hogy látható, hogy egy 3 éves srác és én meg tudtuk ezt oldani. Mondjuk lehet, hogy nem olyan kicsit olyan, mint a tetején lenne valami. De ez nekem ez nagyon-nagyon jó, hogy én ezt megfoghat. Én ezt mindig láttam a cukrászok kezébe, és igen. Ez mindig engem egy kicsit így munkára sarkalt. Így van. Úgyhogy köszönöm szépen. Ez most... Picit beszélgessünk, hiszen pár napja igazából volt nálatok a gasztroangyal. Meséljetek róla, hát körülbelül egy héttel ezelőtt volt... A Borbás Marcsi és a csapata, hát 9-en voltak, meglátogattak minket az üzemben és a cukrászdában is,
a borospincénket is megnézték meg, hát persze a többi nevezetességet Bozsokon felkeresték, és forgattak ott, és hát nagy élmény volt nekünk. És mit készítettetek? Hát ott, mivel nálunk Kőszeghegy alján a gesztenye egy őshonos gyümölcsnek tekinthető, ezért egy gesztenyés pávaszemet készítettünk, aminek van egy piskótája, szintén egy ilyen vajas, pudingos krém, és akkor gesztenye rudakkal van betöltve. Ennek van egy speciális töltése, majd a nézőket esetleg, hogyha akkor is idejük engedi, akkor június 3-án lesz kerül majd adásba. Kerül majd adásba, és hát nagy élmény volt. És hogy került Borbás Marcsi a közeletekbe, vagy ez el lehet árulni valami kulisszatitkot? Nem, persze, azt a Vera talán egy jobban tudja. Igazából van egy budapesti házaspár, akik már, hát szerintem közel 20 éve járnak Bozsokra, először csak hétvégékre, aztán egyre több időt töltenek ott, és rajtuk keresztül kerültek ők ide. Aha. A felújított malom keltette fel az érdeklődésüket, a malomporta, és aztán ennek kapcsán végül is 2 napot sikerült Bozsokon forgatniuk. Hát ez nagyszerű. De ezt gondolom nektek is, akkor Laci mondta, egy óriási... Ez hatalmas élmény volt tényleg. Előtte hetekkel már izgalommal készültünk, beszélgettünk, hogy milyen lesz, hogy egy nagy stáb itt lesz 2 napot Bozsokon, és nagyon pozitív élmény volt, tényleg olyan volt, mint ahogy a műsorokból is látjuk. Közvetlen mindenkivel megtalálja a hangot, és jó kedély. Ez szuper lehetett, hát majd figyelemmel kísérjük mi is. Beszéljünk egy kicsit, még a sütikre térünk vissza, ha nem is ezt készíteni otthon el valaki, akkor milyen további ötleteket tudnál nekünk javasolni, amit akár fiatalabbak is, és azt hittem, hogy még akár a Gyuri, vagy akár a Gyuri is el tudná készíteni. Hát most így kapásból talán a legegyszerűbb cukrászati készítmény meg, amit a háziasszonyok is otthon szoktak készíteni, és itt most az apukákra, meg a nagyszülők, vagy a nagy papákra gondolok, és a fiúkra, meg a gyerekekre, akik ebben most érintettek ebbe az ünnepbe, hogy a nagymamákat, dédimamákat, anyukákat mindenféle ilyen linzerrel el lehet látni, mert az a legegyszerűbb elkészítése, és akkor azt egy szívformára, hogyha már kiszúrjuk, betöltjük, esetleg egy kis mászt csurgatunk rá, akkor az már szerintem önmagáért beszél. És szerinted a Gyuri el tudna ezt készíteni? Én maximum annyit gondoltam a Gyuri, hogy nagyon jó indulatú vagy egyébként, hogy valami gesztenyét összegyúrsz, belemárt a csokiba, és... Gesztenyeszív. Na, vagy gesztenyeszív, vagy akik nem tudnak szívet formálni, akkor esetleg egy golyót formálunk belőle, és akkor csokoládéval ráírunk valami kis szlogent, vagy valami üdvözletet, és szerintem az már egy ünnepés kis termék. Laci, köszönjük szépen, meg köszönjük a családnak is, Veronika, hogy itt a srácok is így elláttak minket ötletekkel, meg megmutatták azt, hogy tulajdonképpen nem is olyan bonyolult dolog ez a sütés, csak egy kicsit oda kell figyelni, meg azért, hát jó, gyakorlás kérdésem, mert látom, Zsolt, ezt nem ma fogtad először a kezedbe, azt tuti. Eljössz hát... máskor is hozzánk? Igen. Jó. Tetszett? Igen. Jó, hát ennek nagyon örülünk, úgyhogy várunk benneteket máskor is, és hát köszönjük szépen ezt a sok finomságot. Műsor után azért majd megkóstoljuk. Mindenképpen. Természetesen. Köszönjük a meghívást. Köszönjük. Hát kedves nézők, nekünk meg sorsolni is kell, mielőtt még vége lesz az adásnak. Szerintem húzz ki, te, sőt, ne, kérünk segítséget. Hát annyi gyerek van itt. Tényleg. Segítetek nekünk? Gyertek, segítsetek nekünk sorsolni. Fú, ez tök jó ötlet. Micsoda, spontán. Na, akkor... Az első nyeremény a Parti Kertészet. Kihúzza az első. Csodálatos virága. Benedek. Egyet. Jó. Nézzük. Nézzük az első Parti Kertészet. Már is mutatom és mondom. 0620 589 65 21. Gratulálunk az egyik csodálatos virághoz. Nyugodtan megkeverheted. Nyúj nyugodtan bele így. Máté, fog. Úgy. Jó, a másik is egy a Parti Kertészet által felajánlott virág.
70-es 702-81-44. A következő nyeremény a bortavasz felajánlásában egy díjnyertes bor. Köszönöm. Harmincas 534-75-10. És fiúk, most döntsétek el, hogy ki fog kihúz húzni. Kétszer. Mert a Freddy. Hát ebben biztos voltam, ebben biztos voltam. Freddytől egy albumot lehet nyerni. Köszi szépen. De a legkisebb, ugye? Hogy jelen van, ő jelzi, hogy ő jelen van. Tehát ez egy Freddy. Ezt mond, légy szíves a számot. 06-34-11-34-10-es. SMS-ezőnk, hát gratulálunk. Hozzá fiúk, nektek meg külön megköszönjük szépen a sorsolást. És hát, ahogy ígértük, a végén egy dal, Tóth Dani előadásában úgy szeretném meghálálni. És őt hallják. Mindenkinek nagyon boldog anyák napját kívánunk ezzel a dallal. És az érettségizőknek meg sok sikert, és tartsanak ki, legyenek kemények, biztos, hogy sikerülni fog. Gondolok rájuk. Boldog hétvégét! Ezentúl mindig boldog, míg én élek, nincs több gondod. Én vigyázok rád, már ezután. Úgy szeretném meghálálni, vagy legalább megpróbálni, mind azt a jót, mit értem tett az én anyám. Úgy szeretném meghálálni, vagy legalább megpróbálni, mind azt a jót, mit értem tett az én anyám. Dani, ez megint nagyon jó volt. Köszönöm. Azért ez a... Vezetőket a Jeans Store öltözteti. A műsorvezetőt öltöztette az Amnézia márkabolt. Műsorvezetőnk frizurájáról a Revitál szépségszalon gondoskodott.